Gymnek a tulajdonosa itt a Last Life RP-n, ami jelenleg V2 fázisban van. Azért készítem ezt a videót nektek, hogy megmutassam, hogy ha följöttök a szerverre, akkor milyen dolgokkal találkozhattok, és kezdő RP-sként mik lennének azok a lépések, amit elsősorban el kellene végeznetek. Tartsatok velem! Ugye jelenleg itt vagyunk a főpublikban, ez egy nagyon általános hely. Ha beregisztráltok, akkor, ha jól tudom, nem pontosan ide, hanem a munkahelyi központhoz fogtok kerülni, de most legyetek szívesek eltekinteni attól, hogy szaladgáljak, mert azon a részén már túl vagyok a játéknak. Egyúttal akkor itt mégis mutatnám a garázsrendszert, ami a szerveren található. Ugye több garázs is létezik a szerveren, elég sok így elszorva a városban, de ugye ez a legismertebb itt ez a főpublikban lévő garázs, ez az úgynevezett A garázs nálunk, A betűvel jelölt garázs. Ide, hogyha nyomtok egy E betűt, akkor szépen kiírja, hogy milyen autókkal rendelkeztek a szerveren, és hogy azok az autók mely garázsokban találhatóak. Tehát ugye látható, hogy nekem van egy ingatlan, amit a szerveren, ott van kettő autó, ez a Camaro és egy Honda S2000-es, valamint van másik két járművem, hát itt M3-asnak írja, ami valójában egy Mercedes, és itt egy Tesla modelles, ami az A garázsban található. Hogyha rákattintunk a kiválasztott autóra, akkor itt szépen mutatja az állapotát is. Így sokkal könnyebb eldönteni, hogy melyik autót válasszuk. Hát itt nekem úgy tűnik, hogy mind a kettő nagyjából egyforma statokkal rendelkezik, úgyhogy én most kiválasztanám a Mercedes-t, az mégiscsak látványosabb. És itt van, hogy kivétel. Egyébként van ott egy másik gomb, az áthelyezés. Arra, ha rákattintotok, akkor ha egy másik garázsban van az autó, akkor áthelyezhetitek másik garázsba. A térképen található bármelyik garázsba. Ha jól tudom, bizonyos pénzösszegért. Az első lépés, ami az első dolog, ami fel fog tűnni nektek, hogyha beléptek a szerverre, hogy kaptok azt hiszem 6 millió forintot. Ugyanis a szerveren forint van, tehát ez magyar kinézetű szerver, fogalmazzunk így. És a magyar jogszabályok is vonatkoznak rá, tehát magyar rendőrök is vannak, ugye ORFK, van OMS, ez a két fő frakció úgymond, vagy két fő cég, ami jelen van a szerveren, és ezen felül vannak más frakciók és cégek, vállalkozások. Mire elég ez a 6 millió forint? Ez a 6 millió forint arra bőségesen elég, megcsináltuk a kezdő papírokat, mondjuk ugye a személyigazolványt, jogosítványt. Egyébként a személyigazolvány az bármikor ingyenesen kiváltható, de majd ezt is megmutatom. A jogosítvány pedig, ha jól emlékszem, 25 000 forintba kerül a kiváltása abban az esetben, hogyha elhagynánk. Ha megnézzük a térképet, akkor itt látható egy kormány, ez itt ugye az autós iskola. Itt nálunk ugyanúgy működik, mint szinte bármelyik szerveren a nagyvilágban. Bemegy az ember, kiválasztja, hogy milyen jogosítványt szeretne megszerezni, és akkor ott kiírja, hogy mennyi összegre van szükség. Ezt, ha jól emlékszem, készpénzben kell, hogy nálatok legyen. Ne aggódjatok, mert itt mellette itt van egy ATM, amiből le tudtok venni pénzt, és akkor értelemszerűen megcsináljátok a KRESZ vizsgát, ami nem nehéz, aztán pedig elvégzitek a forgalomban a tesztvezetést, és hogyha sikeresen a megfelelő hibapont mennyiséggel végeztetek, akkor megkapjátok a jogosítványt. Ha ez megtörtént, akkor itt van az okmányiroda, ide szépen elmentek, és kiváltjátok a személyigazolványt és a jogosítványt. Nem csak a jogosítványt, mert úgy tudom, személyigazolvány már van nálatok. Ha ez is megvan, és rögtön szeretnétek mondjuk autót venni, akkor eljöttök ide a járműkereskedésbe. Ezt most meg is nézzük, hogy milyen autókat lehet választani.
többféle autó van, vannak olcsóbb, vannak drágább autók, vannak nyilván olyan autók, amik az alap GTA játékban is megtalálhatók, és vannak olyan autók, amelyek importáltak, mint például ez a Mercedes is, amiben ülök. Az árak nyilván attól függően változnak, hogy milyen erős és milyen gyors autót szeretnétek választani. G betűvel lezárjuk az autót, B betűvel bekapcsoljuk a biztonsági övet. Nem gondolom, ez a régebbi játékosoknak nem újdonság, a kezdőknek viszont fontos információt. Itt az úriembernél tudjuk kiváltani a személyigazolványt és a jogosítványt. A szerveren úgynevezett szemrendszer működik, ezt az X-szel tudjátok aktiválni, tehát itt megjelenik egy szem. Azokkal a dolgokkal, amikkel interaktálni tudtok, ott fölvillan, hogy mit tudtok csinálni. Nyomtok egy bal klikket, és kiválasztjátok, hogy mire lenne szükségetek. Én most, ha megbocsátotok, én nem vásárolnék egyiket sem, mert hogyha megnyomom az F2 billentyűt, akkor tökéletesen látszik, hogy én már rendelkezem jogosítványal és személyigazolvánnyal. Esetleg, ha gondoljátok, meg is tudjuk nézni a jogosítványt, ugye itt írja, hogy a születési időt, a magasságomat, hogy férfi vagyok, és azt, hogy milyen jogosítványokkal rendelkezem, ugye nekem megvan az autóból, motorból, kamionból és repülőből a jogosítvány, tehát a vezetési engedély, ezek fontosak ahhoz, hogy a szerveren lévő munkákat tudjátok végezni. A szerveren nincs olyan, hogy munkaügyi központ. Tehát ez volt itt régen a munkaügyi központ, de ez nem olyan régen kivételre került, mert a szerver vezetősége szerintem jól úgy döntött, hogy minden munkát végezhessen mindenki. Tehát ez azt jelenti, hogy hiába vagy te mondjuk OMS-es vagy ORFK-s, abban az esetben, hogyha nem vagy éppen szolgálatban, akkor bármelyik munkát tudod végezni. Ez nagyon jó dolog szerintem, mert így nem válik annyira monotonná a munkavégzés itt a szerveren. Tehát, hogyha mondjuk valaki egy bandában van, ami folyamatosan rabolgat, de mondjuk neki kedve lenne elmenni gyümölcsöt szedni, mert ugye erre is van lehetőség a városban, akkor fogja magát, elmegy kicsit gyümölcsöt szedni, keres egy kis pénzt, ismerkedik emberekkel, és jól érzi magát. Ugyanez a kamionos munkára, repülős munkára, tehát ezek elég változatos munkák, és egész jól fizetnek, elmondanám. Tehát aki jól dolgozik, ügyesen dolgozik, sokat dolgozik, az sokat tud keresni. Na nézzünk szél a térképen. Mint látjátok, vannak ingatlanok is a városban, amelyeket meg lehet vásárolni. Ezek nem olcsóak, bár van benne olyan, ami olcsó, tehát nyilván itt a város szélén, itt látható, hogy nekem itt van az egyik ingatlanom, itt a város peremén, ezek már olyan 15-20 millió forintért megvásárolhatóak, amiért kell dolgozni nyilván, de nem olyan sokat, nagyon szépen össze lehet szedni ezt a pénzt, és akkor az embernek van saját ingatlana. De a városban vannak még úgynevezett hotelek, vagy pontosabban motelek, ha jól emlékszem. Itt bizonyos pénzmennyiségért lehet szobát bérelni, ami hasonló, mint az ingatlanhoz, de nyilván ez nem a tiéd, és hogyha nem fizeted a bérleti díjat, akkor elvész ez az ingatlan. És gondolom, hogy benne van, az is nekem még sosem volt. A városban van lehetőség kis állatvásárlásra, és azt most meg is nézem, itt van tőlem nem messze. Megnézzük, hogy milyen állatokat lehet venni, vagy hát választani. Megmondom őszintén, hogy már egyszer néztem, mikor bejött a szerverre ez a lehetőség. Ja, elfelejtettem, be van zárva. Hál' Istennek kivették ezt a szörnyű dudálást, mikor kinyitod az autót. Engem rettentően idegesített. Szóval visszatérve a kisállatokra, van lehetőség kisállatvásárlásra,
amikor én megnéztem, hello, kicsit csúszós, óvatosan kell menni vele. Akkor nem volt még benne olyan kis állat, ami tetszett volna, de megnézzük hát, ha azóta változott a dolog, és egyúttal megnézzük, hogy mennyibe is kerülnek ezek az állatkák. Ha jól emlékszem, igen, itt lesz majd. Hát most, lezárom, az a biztos, elne vigye itt nekem valaki, mert itt is van a kereskedő, na nézzük, mik vannak. Van Rottweiler, Husky, na az nem rossz, mennyi ez? 5 millió, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 millió, igen. 5 millióért egy Husky. Pudli, Labrador, az nem is olyan drága. 550 ezer Labrador, az baráti. Ez a juhász kutya, na ilyen, ez a turcsi képű kutya, ez nem kellene. Ezek mondjuk aranyos, de ilyen sem. Cica, hát mondjuk a cicának nem tudom mi értelme lehet, de nyilván aki a cicát szereti, az választhatja 500 ezerért, az nem drága. De mondjuk a Rottweiler 6 millióért, Rottit biztos nem választanék, vagy Huskyt, vagy Labradort. Na, majd. Jó, és hogy megyek innen ki? Amúgy. Nem. Így. Jó, akkor kiválasztasz egyet, és azt mondod, hogy szeretnéd, vagy nem szeretnéd, és akkor ki tudsz lépni. Meglátszik, hogy régen voltam itt. Nézzük meg a kedvenc munkámat itt a városban. Ugye több, mint mondottam, volt elég sok munka van. Ugye van ez az úgynevezett postás munka, itt leveleket kell kézbesíteni a város különböző pontjain. Aztán van, hol is van? Itt van. Itt van a DPD futár, ez hasonló a postás munkához, csak csomagokat kell szállítani. Aztán milyen munka van még? Van ugye a gyümölcsszedő munka, az itt található a város északi részén. Itt ugye leszedi az ember a gyümölcsöket, elkocsikázik velük ide, ha jól emlékszem. Itt megmossa, és el is adhatja, és mehet vissza újra a gyümölcsöket szedni. És így tovább, így szépen körbe-körbe. Aztán van lehetőség ilyen vasgyűjtésre, ahol ugye ilyen alapanyagokat tud az ember összeszedni, és akkor abból kraftolni. Tudnak bizonyos bandák bizonyos dolgokat, tehát a fegyvereket, lőszert, mellényeket, mindenféle dolgokat. Ez a mezei embereknek, tehát akik nincsenek benne ilyen bandákba, azoknak nincs erre lehetőség, viszont nyilván tudnak vásárolni ezektől a bandáktól. Aztán persze vannak bányász munkák, meg mindenféle hasonló dolog, ami más szervereken is megtalálható. Szórakozási lehetőség, ugye itt van egy éttermünk, a Drusilla velencei étterem, itt nagyon finom ételeket lehet vásárolni és fogyasztani, valamint ugye van a gym, amit én üzemeltetek, itt ugye az ember fejlesztheti az erőnlétét, a futás képességét. Ez elég fontos lehet abban az esetben, hogyha mondjuk valaki rendőr, vagy mondjuk akár bűnöző, mert elég sokat tud segíteni, hogyha az ember sokáig tud futni, vagy mondjuk tovább, mint az üldözője. Aztán nyilván van lehetőség pecázásra, itt lehet venni a pecázáshoz szükséges dolgokat, és a város bármely vizes pontján lehet pecázni. Ami érdekesség lehet, még van itt egy sziget, itt úgynevezett ilyen aréna harcokat lehet folytatni, vannak könnyebb, nehezebb aréna harcok. Hát akinek erre van igénye, vagy ezt szeretné csinálni, annak ezt bátran merem ajánlani. Ebből is fegyvert, lőszert, ilyen dolgokat lehet lootolni. Azt hiszem, nagyjából elmondtam azokat a dolgokat, amik esetleg nagyon érdekesek és fontosak lehetnek. Nyilván azt javaslom, hogy mindenki jöjjön föl a szerverre,
és válassza ki a számára legmegfelelőbbet. Ami még fontos lehet a kezdőjátékosok számára, azaz, közben elindulok a repülőtérre, és akkor bemutatom nektek az én kedvenc munkámat, a repülős munkát. Tehát, ami fontos lehet a kezdőjátékosok számára, az az, hogy amikor fölléptek a szerverre és beregisztráltok, akkor 10 óráig ilyen új játékosok vagytok, ami azt jelenti, hogy 10 óráig nem rabolhatnak el benneteket, és semmit nem tudnak veletek csinálni, tehát úgymond ilyen szép zónában vagytok, szellemként vagytok jelen a szerveren, tudtok az emberekkel kommunikálni, minden ilyesmit tudtok csinálni. Én is jártam úgy nem olyan régen, hogy az egyik kereszteződésbe kijött elém egy ilyen szellemautó, amin sikeresen át is mentem, mert ugye hát szellemautó volt, mert olyan ember vezette, aki még nincs 10 órája a városban. Viszont annyira megijedtem tőle, hogy elrántottam a kormányt és felborultam, és az úri emberek nagyon kedvesen kiszálltak az autóból, megkérdezték, hogy jól vagyok-e, lehívjanak mentőt, próbáltuk talpra állítani az autót, jól van Atlasz, ügyes vagy, jó fele jöttél, mert követed a GPS-t, jó, ügyes fiúként, persze nem erre kell jönni. Szóval nagyon kedvesen kiszálltak az autóból, megkérdezték, hogy jól vagyok-e, de ugye nem történt nekik semmi bajuk, mert én simán átmentem rajtuk. A szerveren amúgy NRK van, úgyhogy ezért most, ha jönne a rendőr, akkor szépen megbüntetni, hogy szembe megyek a forgalommal, de hát tudjuk, hogy vannak szabályok, melyeket megszeghetünk, a többit meg megkerülhetjük. Reptér, hívecsek, Nergyó vagy Bömös, jó? Nálam az ötet fresh apró. Itt is van egy garázs, ez nem olyan régen került be. Ide eltárolhatjuk az autót, és akkor teljes mértékben biztonságban. Bakker, idek valamit, mert elég szomjas vagyok. Ugye itt látható alul az éhség, a szomjúság, az életerő, és hasonlóak. Ha már itt vagyok, eszem is valamit, így, és így most már mehetek is dolgozni. Talán nem fogok éhenni, szomjan halni. Na nézzük, ugye. A pilóta munka az egy érdekesebb munka a szerveren. Itt szintek vannak. Én már a 4-es szinten vagyok, ami ugye a király kategóriának számít. Az első szinten egy ilyen kis Dodge Jam kocsival kb. Kell menni a reptérnek a bizonyos pontjaira, és ott munkákat elvégezni. A második, ez a nullás szint. Az első szinten már egy nagyobb autóval kell ugyanezt csinálni, csak kvázi gyorsabban. Tehát az a nulla és egyes szint az ugyanaz. A kettes szinten már kap az ember egy repülőgépet, és akkor azzal lehet repkedni, és pontokra elmenni, majd meglátjátok, hogy ott mit kell csinálni. A hármas szinten már egy nagyobb és erősebb repülőgépet kap az ember, és a négyes szinten kap egy sugárhajtású gépet. Ugye itt át kell öltözni, ez itt kicsit meg van animálva, fölveszem a pilótaruhát, egy de jó rá nekem, drága, jó Istenem. És utána még egyszer visszalépek ide a menübe, és azt mondom, hogy kezdjük el a munkát. Meg is kaptam a repülőgépet, remélem nem túl hangos, és halljátok a hangomat. Ha jól látom, akkor a katonai reptérre kell menni. Itt nincs nagy feladat, csak el kell oda repülni. Life is a road, a deal, a dream. We can't stop.
ennek, mikor szemnek egy mámor. Illegális banda, a fegyverek itt gépek, rableások sorba, túlszok a képbe. Újabb hobbi meló, nézze csak meg szépen. Lehet lett a földön, vagy éppen fent az égen. A fejedet is akarod, hogy mit csináljál égen. Repüljön a gajban, vagy tegyünk mint a réten. Nincs a fején kegye, a kraftolások mennek. A jól vézed a dolgod, egy AK mehet zsebben. Ne várjál, de figyelj, kékek a képen. Ha elkapnak téged, ugrik ki csak pénzed. Rengetegen vannak, figyelj rájuk nagyon. Ha közelebb jönnek, fékezd be egy nagyot. Egybe van rá tartva, tedd fel a kezedet. Ne menekülj tőlük, úgy sincsen esélye. Na, itt jön a trükkös része a dolognak, ugyanis ez egy sugárhajtású repülőgép, ami elég gyorsan megy, és hogyha túl gyorsan szállunk le, akkor bizony szépen elpattog a kifutópálya. Úgyhogy mi most kikapcsoljuk a hajtóművet, és szépen levitorlázunk, és megpróbáljuk itt belőni ezt a pontot. Indítom visszafele a hajtóművet, hogy fékezzek. Ide kellett érkezni. Megállok, nyomok egy E-betűt, és már változott is a pont. Ide kell jönni. Itt felveszünk egy taligát, amin van 4 doboz, és ugye látható a GPS-en, hogy hová kell elsétálni ezzel a békával, vagy taligával, kocsival, vagy kinek mi tetszik. Itt leadunk egy dobozt, aztán séta. És itt az utolsó pont, itt leadjuk a kis kocsinkat, és már mehetünk is vissza a repülőhöz, és sietnünk is kell, mert 80 másodperc, 90 másodpercig majd visszaérjünk, de hát ez nyilván hamar meg oda tudunk érni. Megfordulunk. És már indulhatunk is vissza.
És ennyi lett volna a munka, meg is kaptuk érte a fizetséget. Utána ide visszamegyünk az ikonhoz, rákattintunk, és kezdhetjük újra a munkát. Tudom, nem tetszett nektek ez a kis bemutató, és kedvet kaptatok ahhoz, hogy csatlakozzatok a Last Life RP-hez. Én Olcsai Atlasz voltam, köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok! Last Life egy város, egy élet, egy álom. Mi kettesek mennek, mik a szemnek, egy mámor. Illegális banda, fegyverek és gépek, rablások sorba, túlszok a gépbe. Újabb hobbi meló, nézze csak meg szépen. Lehet lent a földön, vagy éppen fent az égen. A fejedet is vakarod, hogy mit csináljál én.